Jó estét kívánok! Ez az ellenzéki előválasztás talpon maradt miniszterelnök jelöltjeinek utolsó személyes beszélgetése az szombatesti urnazárás előtt. Illik a ma esti témánkhoz, szakemberek szerint is ugyanis az utolsó pillanatban vagyunk, hogy élhető maradjon a bolygónk és felismerhető maradhasson Magyarország a Hortobágytól a Balatonon át írott kőig. Üdvözlöm a stúdióban Dobrev Klárát, a Demokratikus Koalíció jelöltjét. Jó napot kívánok! És Márki-Zay Pétert, a Mindenki Magyarországa mozgalom jelöltjét. Jó napot kívánok, jó estét kívánok! Ezt a beszélgetést a Greenpeace és a HVG azért szervezte, hogy a környezetvédelem megkapja azt a figyelmet, amire 12 éve nem tartja méltónak a mai kormány. Nem akarok szó nélkül elmenni amellett, hogy az utóbbi napokban az önök közötti klíma fagyosabbá vált, de mi most foglalkozunk azzal, amelyik túlmelegszik. Az időt mérni fogjuk, hogy egyenlő feltételeket biztosítsunk, és időnként erre emlékeztetem majd önöket. Természetesen bármikor reagálhatnak egymásra. Önök mindketten sok gyerekes szülők. Van olyan, amiről az ő jövőjük érdekében, a klímavédelem érdekében lemondtak az elmúlt években? Mi a személyes hozzájárulása a környezetvédelemhez? Az első pillanattól kezdve igyekeztem egyébként a gyerekemet úgy nevelni, hogy érezzék, hogy milyen felelősségük van, és mi is, ahogy így nevelődtünk az elmúlt évek során. A szelektív hulladékgyűjtéstől kezdve egészen az, hogy az ember például megvásárolja-e minden évben azokat a ruhákat, amikre egyébként nincs is szüksége, még akkor is, hogyha olcsók és leárazások. De ennél sokkal többet kell tennem, és politikusként pedig érzem a felelősségemet abban, hogy tényleg az utolsó, igazából az utolsó utáni pillanatban vagyunk. Az ön személyes áldozata micsoda a klímavédelem érdekében? Hát őszintén szóval viszonylag ritka az az alkalom, amikor az ember annyira tudatosan tud mondjuk gyereket nevelni, hogy ez határozza meg igazán a föld jövőjét. Én apróságokat mondanék inkább, hogy nyilván a szelektív hulladékgyűjtésre nevelni kell a gyerekeket, hogy nekem állandóan problémám van azzal, hogy melyik kukába raknak milyen hulladékot. De egyébként nyilván, amikor például a szódagépre tértünk át és nem palackos vizet veszünk, más nem mondjuk ez egy komoly lépés volt, azt hiszem. Hódműzővásárhely viszonylag jó hely ahhoz, hogy környezetbarátak legyünk. Nálunk minden riporter megállapítja, amikor belép a kapuajba, hogy ott áll rengeteg kerékpár. Vásárhely tipikus 15 minute city, egy 15 perces város, gyalog és kerékpára bárhova eljutnak a gyerekek, nem kell őket autóval fuvarozni, meg mi is nagyon sokat kerékpározunk, tehát az autó használatot azt jelentősen visszavettük, és hát természetesen gyerekek is kerékpárral közlekednek. Hát még sorolhatnám, de azt gondolom, hogy elsősorban ezek, amik számottevőek. De ugye ami fontos talán az, hogy az embernek politikusként milyen a felelőssége. Én európai parlamenti képviselőként arra nagyon büszke vagyok, hogy a Demokratikus Koalíció képviselőinek van a Greenpeace által is elismerve a legzöldebb, ha úgy tetszik, bizonyítványa. Én egész egyszerűen mélységesen hiszek abban, hogy a klímaváltozás, a klímakatasztrófa elkerüléséhez nincs más megoldás, mint a sokkal erősebb Európai Uniós együttműködés. Ugye én ezt hívom Európai Egyesült Államoknak. Ha jól tudom, a Greenpeace-nek ez egy 2019-es ciklussal zárult mérése, tehát ezt a rekordot meg is kell őrizni és tartani. Polgármester... Egy üzenetet szeretnék közvetíteni. Az LMP azt mondja, hogy viszont néhány olyan fontos kérdésben, mint az uniós agrárpolitika, vagy éppenséggel a legújabb klímatörvény, éppen a DK képviselő ugye nem a 65-55, sőt inkább a 40%-os kibocsátás csökkentést szavazták meg. Ezt kérik, hogy adja már itt ezen a vitán. Csak Péter, ez nem igaz. Tehát a DK képviselői minden esetben a 65%-os kibocsátás elérést szavazták meg. Úgyhogy ennek utána is lehet nézni, mert ezek nyilvános adatok. Ugye azért nagyon fontos, mert talán a Momentum képviselői voltak azok, akik a kevésbé ambiciózus célokat tűzték ki maguk elé. Én egyébként úgy gondolom, hogy politikusként, hogy talán még ez is kevés lesz. Tehát az, amit látunk ma, akár Magyarországon, akár amit láttunk nyáron Észak- és Nyugat-Európában, ez mind-mind azt mutatja, hogy egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy ennél még keményebb lépéseket kelljen meghozni. Mind a ketten egyet. Agrárium, bocsánat, ez volt a másik, amit kérdeztek. Bocsánat, az agráriumot azt sem szavaztuk meg. Azért nem szavaztuk meg a közös agrárpolitikát, mert egyrészt a klímavédelem szempontjából sem tartalmazott garanciákat, amiket mi szerettünk volna, és azért sem, mert egész egyszerűen az oligarchák ellen nem küzdött elég tisztességesen. Ma a magyar agrártámogatások jelentős része egy pár családhoz vándorol, ezen változtatni kell. Ehhez nem kaptunk garanciákat, úgyhogy éppen ezért nem is szavazták meg a DK politikusai. Csak hogy ismét az igazságot rendben, tegyük ezt a az asztalra. Kaptam, mondom, én nem voltam ott, nem tudom, de ezt üzenték. Utána köszönöm. Lehet nézni, köszönöm. Jó. Az agráriumra még visszatérünk. Mind a ketten egyetértenek abban, hogy Magyarország alaptörvényét egy tolvonással felül lehet írni. Hát sajnos a klímaváltozás esetén
ilyen tolvonás nincs. Polgármester bár úr... Megint csak azt mondom, tegnap tisztáztuk, hogy nem, szó sincs arról, sem Klára részéről, sem részemről, hogy fölül akarjuk írni egy tolvonással. Ki kell mondani valakinek, hogy vannak olyan részek, amik mindig is alaptörvény és alkotmány ellenesek voltak. Nem fölülírni akarjuk, egyszerűen tudomásul kell venni mindenkinek, hogy ezek akkor is azok voltak, hogy megszavazták, és az Alkotmánybíróság nem működött eddig. De nem erről fogunk beszélgetni, elnézést. A pontokba szedett programjában egyébként a környezetvédelem és a klímavédelem szavak hiányoznak. Uh-huh. Polgármester úr, ha ön lenne Magyarország miniszterelnöke, milyen jelentőséget tulajdonítaná a témakörnek? Olyannyira óriási jelentőséget, hogy önálló minisztériumot érdemel. A klímavédelem és a környezetvédelem. Ez a két terület egy önálló minisztériumot érdemel, és azt gondolom, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell erre fordítani. A másik azt szeretném megérdezni, hogy természetesen polgármesterként rengeteg olyan lépést tettünk eddig is, és folyamatban van további sok-sok lépés, amely ezeket a területeket kiemelten kezeli. Ugye, hogy milyen fontos lépéseket kell tenni. Ugye a Greenpeace még nyáron körkérdést intézett a miniszterelnök jelöltekhez, hogy mi mindent tennének, beleértve egyébként Orbán Viktort is, aki helyett természetesen államtitkár válaszolt. Én magam is, Karácsony Gergely és Fekete Győr András is válaszolt, aztán Péter nem válaszolt, nem erre a kérdésre, még erre akkor a kérdésre még nem volt fontos. Nem, azért nem volt fontos, nem értem rá, de függetlenül is elnézést kérek, nagyon szomorúnak tartom magam is. De az a szerencsém, hogy azok az politikusok, akik engem támogatnak, azok éppen azok, akik ezt a zöld területet fogják vinni a leendő kormányban az elképzelésünk szerint. Miután nekem mindig is fontos volt, és ezért úgy éreztem, hogy fontos is erre válaszolni, ezért nem pusztán arról szól a történet, hogy egy új önálló minisztérium kell, ez nagyon fontos. De a környezetvédelmi hatóságnak is vissza kell adni a jogokat, és el kell tőle venni most már azt a szerepet, amit most játszik, hogy gyakorlatilag a fideszes oligarchák különböző beruházásaihoz ad zöld kártyát és zöld lapot. Valamint a jövendő nemzeti ombudsmanja, egy olyan funkció, amit vissza kell tenni. Én nagyon boldog vagyok, hogy Európában számos helyen hoztak bírósági ítéleteket, amikor fiatal emberek oda mentek, és azt mondták, hé, a mi jövőnket teszitek tönkre azzal, hogyha ezt folytatjátok, és a bírósági igent mondott nekik. Úgyhogy erről sokkal többet kell beszélnünk, és ami a legfontosabb, hogy a klímavédelmi törvénycsomag, azt a demokratikus koalíció már most benyújtotta, de természetesen a Fidesz lesöpörte a napirendről. Ez egy olyan dolog, amit vissza fogunk vezetni gyakorlatilag a kormányváltást követően azonnal, vagy el fogunk fogadni. Jelentős problémának bizonyult a kiemelt beruházások, amikre még a Gyurcsány Ferenc vezette kormány tett lehetőséget, és fügefalevélként Orbán Viktor használja jelenleg tavak lebetonozására is. De jó, hogy előhozza. De jó, hogy előhozza már csak azért is, mert ugye ez is pontosan mutatja, hogy azok a buta blödségek, ami arról szólnak, hogy majd 2010 előtti dolgokat lehet majd 2021 meg 22-ben megoldani, azok mennyire teljesen légből kapottak. Elmondom, hogy mi a helyzet. 2002-2003-ban, amikor készültünk az Európai Uniós tagságunkra és arra, hogy fel fogunk készülni a pénzek fogadására, akkor azt lehetett látni, hogy az önkormányzatok, az állami szervezetek, a civilek egyszerűen nincsenek fölkészülve arra, hogy hogyan kell pályázatot írni. Ahhoz, hogy ezt az uniós pénzt lehívjuk, ahhoz nagyon sok engedélyezési eljárás kell. Ezért ez a törvény az azért született, még mondom, jóval a csatlakozásunk előtt kezdtünk el rajta gondolkodni, és utána fogadták el, hogy a magyar bürokráciában megkönnyítse azt, hogy lehessen uniós pénzeket kapni. Az volt a legnagyobb félelmünk, hogy nem fogjuk tudni elkölteni a pénzt. Itt lesz, és nem tudunk szabályosan elkölteni pénzeket. És ezt a Fidesz úgy, ahogy van, kihasználta. Olyan nemzetstratégiailag fontos célokat nevezett meg, hát gyakorlatilag amit nem szégyelt. Gyakorlatilag Mészáros Lőrincre és Tiborcra keresztelte át ezt a törvényt, úgyhogy úgy, ahogy van, ezt most ki kell dobni a kukába. Egész egyszerűen ez ma már így nem használható, az eredeti céljától teljesen visszajöve egészen másra használják. Ezt meg kell szüntetni, és vissza kell adni az normális eljárást, azt kell hatékonyabbá tenni. Polgármester úr? Nem gondoltam, hogy a tegnapi vitát fogjuk folytatni, de úgy látszik, hogy van valami visszatérő dolog. Tehát a 2010 előtti kormánynak szerintem ebben a tekintetben katasztrofális múltja van, tehát oda nagyon nem szabad visszatérni. És ha már elhangzott, én azt gondolom, hogy tudunk kiváló pályázatokat írni. Hódmezővásárhely az egész Európai Unióban az 5. legjobb, a kelet-európai régióban pedig a 3. legjobb pályázatot írt az EUCF pályázaton, geotermikus energiára és megújításra vonatkozó pályázatunkat, ami egy elég jelentős beruházás lesz reményeink szerint. Hódmezővásárhelye most a tervek készítése zajlik. Tehát igenis lehet jó pályázatokat írni, és vannak is ilyenek. Fel is készítettük rá az intézményrendszer 2010 előtt, úgyhogy örülök neki, hogy sikerült.
Polgármester úr, térjünk át a legfontosabb kiemelt beruházására, az Orbán kormánynak Paks bővítésére. Igen. Ön szimpatizál az atomenergiával, ha jól értem. Pakssal is? Hát őszintén szólva, hogy ez egy összetett téma. Először is ezt a Paks 2 beruházást, ezt bizonyára emlékeznek, hogy mikor is kik szavazták meg. Jó, tehát ez a 2010 előtti kormánynak az egyértelmű döntése volt. Péter, ismét nem mondasz igazat. Jó, tehát köszönöm, majd akkor bizonyára a tényeket könnyű egyeztetni. Tehát ezt a beruházást még akkor indították el. Én megvallom őszintén, az atomenergiát tiszta energiának tartom, a klímasemlegesség szempontjából azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy mindaddig, amíg megújuló energiából nem lesz rendelkezésünkre álló elegendő mennyiség, addig a legtisztább energiának számít a klímasemlegesség szempontjából. Persze nyilván nem is lennék őszinte, hogyha én nagyon más mondanék. Egyrészt azért, mert nekem energetikából villamosmérnöki diplomám van, másrészt 12 évet dolgoztam az iparágban, annál a cégnél, az EDF-nél, amelyre a világon a legnagyobb atomerőmű flottát üzemelteti. És hát nyilván úgy, ahogy az Acernél jártam Ljubljanában, még amikor a Potocsink úr volt a vezetője, vagy éppenséggel Brüsszelben is rendszeresen vettem részt energetikai tanácskozásokon az Európai Unió központjában. Paks 2 nem környezetvédelmi katasztrófa elsősorban, hanem gazdaságilag rendkívül rossz döntés. Én azt gondolom, hogy az, hogy verseny nélkül adták oda a Rosatomnak, amit utána az Európai Unió sajnálatos módon egyébként elfogadott onnantól az Orbán kezdve. Orbán kormány döntése volt. Onnantól kezdve, hogy három nyugati céget is bevontak ebbe a projektbe, akkor hirtelen az Európai Unió is elfogadta ezt érdekes módon. A másik az, hogy egy olyan drága hitelből valósul meg, és hát akkor mehetnénk tovább, 7 év csúszásnál tartunk, és a többi. A kérdés az az, hogy valóban most, jelen pillanatban egy új atomerőmű az a leggazdaságosabb megoldás, egy szükséges megoldás, vagy nem? Én úgy gondolom, hogy ez egy nem megtérlő. Jelen pillanatban nekem semmi nem győzött meg arról, hogy ez egy megtérlő beruházás. Tehát én nekem nem az atomenergiával van problémám, nekem ezzel a konkrét szerződéssel és a gazdaságossággal van problémám. Paks 2-re nem nehéz nemet mondani, mert Paks 2 még nem hogy a következő kormány, hanem az utáni kormány idején sem lesz átadva. Viszont a paksi blokkok meghosszabbítása az valóban 2010 elé nyúlik vissza, és ez lett volna a kérdésem, hogy a Paks 1-es blokkokkal ön mit tenne? Ezek most 20 évre megvannak pluszban hosszabbítva, miközben üzemidejük már lejárt. Na, akkor menjünk vissza a legelejére. Paks 2 az nem csak üzleti és pénzügyi katasztrófa, az egy környezetvédelmi katasztrófa. Paks 2-t úgy, ahogy van, le kell állítani. 2015 évvel ezelőtt, amikor a parlament elfogadott egy határozatot arról, hogy egyáltalán vizsgáljuk meg, hogy szükség van-e atomerőművre, ez az, amire utána természetesen a Fidesz propaganda ráépítette azt, hogy 2010 előtt atomerőművet akartak. Nem érdemes ezt újra szajkozni, nem igaz ez az állítás. Azt mondták, hogy nézzük meg, vizsgáljuk meg. Eltelt 15 év. Látjuk, hogy mekkora forradalom van egyébként a megújuló energiaforrásokban. Azt is látjuk, hogy Paks 2 beruházásnak komoly környezetvédelmi aggályai vannak. A helyszín, ahova Paks 2-t tervezik, a Duna hőmérséklete, hogy egyáltalán meg lehet ezt biztonságosan oldani. Úgyhogy a Paks 2 beruházást úgy, ahogy van, le kell állítani. Paks 1 lenne a kérdés. És abban az esetben, és inkább errefelé szeretnék elmenni, hogy olyan mennyiségű uniós pénzt fogunk kapni az elkövetkezendő időben, akár energetikai beruházásokra, energiahatékonysági beruházásokra, megújuló erőforrások fejlesztésére, hogy én nagyon örülnék neki, hogyha sikerülne összeraknunk úgy Magyarország gazdasági mixét, hogy ne legyen szükség Paks 2-nek a meghosszabbítására, vagy még Paks 1-nek, bocsánat, tehát, a további. Tehát, lehessen kiszállni belőle, mint a 30-as évek. Én nagyon szeretném ezt megtenni. Ehhez egy nagyon ügyes energiamixet kell összeraknunk, hiszen ne felejtjük, hogy a fosszilis energiákat is ki akarjuk vezetni, erről majd még remélem fogunk beszélni, hogy hogyan fogjuk tudni mondjuk például a szél- és lignit tüzelésű erőműveket vagy háztartásokat segíteni ebben. Mi az Európai Parlamentben azt szavaztuk meg, hogy ezeket a pénzeket ne arra költsük el, hogy mondjuk gázzal váltsuk ki, mondanám, hogy egy ilyen átmeneti állapotban, mert ez egy olcsóbb megoldás, mert hosszú távon ez megint csak drágább lesz, hanem akkor vágjunk bele, ne gázzal váltsuk ki, hanem menjünk azonnal a sokkal tisztább energia felé. Szerintem egy új kormány, hogyha hatékonyan használja fel az Európai Uniós pénzeket, képes lesz arra, hogy ezt meg tudja oldani. Időlőtt leállítsa Paksot, értem. Ha ön miniszterelnök lesz, akkor gratulálok, ön örökölte egy mátrai erőművet. A kormány azt ígéri, hogy 2025-re leállítja. Ön ezt reálisnak tartja, leállítaná hamarabb?
Én azt gondolom, hogy ez különben reális. Őszintén szóval a nemzeti energia stratégiának a kidolgozásakor szintén még a regulációs vezetőként az EDF oldaláról én is részt vettem. Rengeteg tanácskozáson, különböző minisztérium egyeztetéseken. Akkor megvizsgáltuk ezeket a forgatókönyveket. Olyan, amely idő előtti leállítás, akkor még ugye nem a meghosszabbított időről beszéltünk, a Paksnak a leállíthatóságával számolt olyan forgatókönyv nem igen volt. Tehát itt Magyarországon, Németországgal ellentétben az atomerőműveknek az idő előtti leállítása az nem merült föl. Mátra az kicsit más, és megint csak azt kell mondjam, hogy részben ez egy gazdasági kérdés is. Egyszerűen ugye Mészáros Lőrincnek is beletört a foga, és hát nem véletlen a Fidesz ki is mentette onnan, amikor hirtelen iszonyatosan veszteségessé vált. Jelenleg mi fogunk törik bele. Így van, de abszolút nem működhetető. Onnantól kezdve, hogy a széndioxid kvótáknak az ára már nem 5-6 euró per tonna, hanem 50-60 euró per tonna. Egyszerűen fönntarthatatlan, kivitelezhetetlen, hirtelen Mészáros Lőrincnek sem kell Mátra. Ha szabad egy mondatot mondanom, hogy az Európai Parlamentben mi nagyon sokat vitatkozunk a konzervatív Európai Néppárttal, a jobb oldallal, akik ugye nagyon egyértelműen, és értem az ő gondolkodásukat, és meg is értem, még hogyha nem is fogadom el, mindig egy ilyen pénzügyi hatékonysági vizsgálatnak vetik alá ezeket a zöld beruházásokat, vagy adott esetben akár a környezetvédelmi politikának a megtérülését. Ugye mindig ilyen pénzügyi megtérülési számítások vannak. És én azt látom, hogy ezekben a pénzügyi megtérülési számításokban sose veszik figyelembe azt a drámát, amit egyébként ezek a politikák, ezek a beruházások okoznak a mindennapjainkban. Azok a költségek, amelyek jelentkeznek a társadalomban, amelyek ráadásul a legszegényebb embereknél jelentkeznek, adott esetben akár a halálozási statisztikában, betegségekben, és hát a bolygónk tönkretételében, azok valahogy nem tudnak megjelenni rendesen a pénzügyi statisztikákban, ezért én nagyon nem szeretem azt a kifejezést, hogy ez a pénzügyileg rentábilise. Úgy lehet egy beruházás mellett dönteni, hogyha nem csak pusztán a számokban nézzük a pénzügyi megtérülését, hanem nézzük azokat az úgynevezett externáliákat, azaz a külső költségeket is, amelyekről szó van. E tekintetben én egy bátrabb kormányzást szeretnék jövő április után. Csak hadd mondjam azt, hogy az externáliák, az egy teljeségos közgazdasági fogalom ebben az esetben. Én azt gondolom, hogy egy kiváló módszer az ETS rendszer, a kvóta kereskedelem az externáliák beépítésére az árban. Úgyhogy az lesz a érdekes, hogy mondjuk ezekkel a változásokkal mi az a teher, amit átrakna egy leendő kormány, vagy az Európai Unió a lakosságra. Félreértés ne essék, ugye amikor ez a szokásos ne az emberekkel fizetessék meg típusú rendkívül populista szöveg, akár a Fidesz, akár az ellenzék részéről elhangzik. Tehát annak a felelőssége a nagy kérdés, hogy annak a nagyon helyes átállásnak, ami elindult, annak milyen költségeit vállalják be a lakosok. Ugyanúgy, ahogy a rezsicsökkentésnek. A rezsicsökkentésnek iszonyatos költségei vannak. Tehát most, hogyha jelen pillanatban nézzük, akkor az MVM hamarosan fel fog fordulni. Gazdaságilag tűrhetetlen az a teher, amit ráadtak, vagy éppenséggel a vízi közműcégek. Hódmezővásárhelyen és az ország összes többi részén most egy nemzeti vízi közműt építenek, amelynek csak az áram áremelkedése, hiszen a lakosság a rezsicsökkentés miatt ezt most nem látja, de az áram ára iszonyatosan megugrott. Ugyanúgy, ahogy a gázára, és gázára kb. 10-szeresére, az áram ára 6-szorosára emelkedett a nemzetközi tőzsdéken, csak ez önmagában csődbe vinni a teljes magyar víziközmű céghálózatot. Én ezt ne az emberekkel fizetessék meg, ezt nem nevezném populizmusnak. Ugye azt látjuk európai világszinten, hogy a legnagyobb szennyezők a világban fizetik például a legkevesebb adót. Nem csak környezetvédelmi típusú adókat, azokat szinte egyáltalán nem, hanem fizetnek általában kevés társasági adót és hasonlókat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a klímakatasztrófa elkerülése érdekében igenis el kell kezdenünk arról beszélni, hogy ezt az egyébként hatalmas költséget, ebben Péternek igaza van, ezt igazságosan kell elosztani. Én ezért nagyon pártolom azt, hogy globális szinten, különösen a multinacionális cégekre bevezessük a minimumadót, amiben most már azt látom, hogy már az Egyesült Államok is, nem csak Európa partner, és ez nekünk régóta programunk, ugye az úgynevezett multiadó programja, és az, hogy a szennyező fizessen elve alapján fel tudjunk lépni az ellen a cégek ellen, akik egyébként szennyezést csinálnak. És még egy dolgot hozzá kell tennem, hogy egységesnek kell lennünk az Európai Unióban, és mindig így is szavaztunk arra vonatkozóan, hogy semmit nem ér az, hogyha egy környezetszennyező iparágat
elvisznek Európából, Ázsiába, vagy adott esetben Afrikában. Éppen ezért adott esetben akár a kereskedelmi egyezményeknél, és a különböző környezetvédelmi adóknál, és a multinacionális cégek adóztatásánál igenis figyelembe kell venni azt is, hogy az egész termékciklusra vonatkozva mekkora az a teher, amit rárak a környezetre, mekkora a lábnyom, amit hagy maga után, mert különben hiába vagyunk mi okosak és szépek Európában, hogyha a világ többi részét pedig hagyjuk, hogy a MOL például ugye nem visz semmit sehova, éppen Tiszaújvárosban a állam által 17 milliárd forinttal dotálva egy műanyag gyárat épít, vagy hát műanyag előállítására alkalmas gyárat épít, ami valószínűleg a rossz lecke abból, hogy mit kell kezdeni a CO2 kivezetésével. Mit kezdene a MOL-lal? Jól illik a MOL-ra az ön által leírt kategória. Ma már a Mátrai erőműnél nagyobb CO2 kibocsátó, sőt, a régiónkban a MOL összes árucikkével meghaladja Magyarország CO2 kibocsátását. És nagyon sok kritikám is van azzal az üzletpolitikával, amit a MOL az elmúlt években folytatott, és azt látom, hogy egyébként a magyar adófizetők pénzének jelentős felhasználásával folytatja ezt az üzletpolitikát. És önmagában az, hogy magyar tulajdonú cég, az önmagában nem fog segíteni nekünk abban, amikor a környezetszennyezésről beszélünk, vagy adott esetben, amikor olyan cégeket vásárol föl szerte szét, amelyek nem működnek. A MOL ebből a szempontból egy fontos dolog, mert nemzetgazdasági értelemben azért egy kulcs cégem a Magyarországnak, de bizony állami szabályozókkal el kell kezdeni őket is arra felé tolni, hogy a sokkal környezetbarátabb, sokkal energiabarátabb, megújuló energiatermelés felé mozduljanak el. Ehhez lehet adni állami támogatást. Tehát ahhoz, hogy tisztességgel működjenek, ahhoz, hogy tisztán működjenek, ahhoz adjunk állami támogatást. Ahhoz, hogy nekem a MOL szállodákat építsen és vásároljon a horvát tengerparton, vagy nem tudom, hogy hol, ez egész egyszerűen felháborít. Polgármester? Szeretném megnyugtatni Klárát, hogy a MOL-nak nem a szálloda építéséből származik a kibocsátása. Leginkább az energiafogyasztásból adódik természetesen. A tegnapi vitánkon még a jövedelmi adó csökkentéséről beszéltünk, és szeretném mondani, hogy minden hasonló, nem csak gazdaságilag felelőtlen intézkedésről beszélünk, hanem az olcsó energia, a rezsicsökkentés is egyébként, az túlfogyasztáshoz vezet, közgazdászként ezt mind a ketten tudjuk. Úgyhogy én, amikor például az Egyesült Államokban azt láttam 2008-9-ben, iszonyatosan elszálltak ugye a benzinárak, ott ugye sokkal érzékenyebb a benzinár mozgása a nemzetközi olajárak változására, és amikor ugye a Brent olajára felment, akkor hirtelen az ottani gallononkénti alig $2, az felment $4-5 közé is akár, és azt láttam, hogy azok a kollégáim, akik előtte nagy benzinzabáló SUV-kkal jártak dolgozni, és 50-60 mérföldekről is, három kollega ugyanarról a városból 50-60 kilométerre három autóval jártak. Hirtelen a főnököm vett egy hibrid autót, a három kollega egymás között beosztották és felváltva hordták egymást egy autóban. Tehát ahhoz, hogy fönntartható válakítsuk a gazdaságot, ahhoz igenis érezni kell az energiaárnövekedést, azokat az externáliákat, amiket ráterhelünk a fogyasztókra, mert végül is mindent a fogyasztókra, persze a kibocsátó fizet, de az be fog épülni az árba. A végén mindent a fogyasztó fizet, olyan nincs, hogy nem a fogyasztó fizeti meg, hogy nem az ember fizeti meg. Ez egy populizmus. Tehát az, hogyha ezt nem tudjuk érvényesíteni az árakban, akkor nem fogunk ösztönözni senkit energiatakarékosságra. És igenis az árakon keresztül ösztönözzük az energiatakarékosságra. Az energiavédelmi, hatékonysági beruházások soha nem térülnek meg, ha mesterségesen alacsonyan tartjuk az árakat, vagy ami nekem abszolút kivágta a biztosítékot, ingyen energiát akarunk adni valakinek. Onnantól kezdve nem lesz ösztönzés arra, hogy valaki energiatakarékos legyen. Értem, hogy kivezetni a rezsicsökkentést, amelyet Orbán... Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni. Tehát tudjuk azt, hogy az előző kormány éppen abba bukott bele részben, hogy megszüntette mondjuk a 13. havi nyugdíjat. Tehát ezeket rendkívül veszélyes, a rezsicsökkentés kivezetéséről se beszélünk, hiszen egyszer megadta ezt az Orbán kormány valakinek, akkor ebből nagyon nehéz kimászni, de ennek iszonyatosan tovagyűröző káros hatása van a környezetvédelemre is. Az igazságosság szempontjából is nyilvánvalóan akkor, amikor volt olyan időszak, amikor a nemzetközi gázár még alacsonyabbat is lehetővé tett volna, de éppen, hogy az árakon keresztül tudunk ösztönzőket képviselni. Tehát azért mondom, hogy egy kormányzatnak azért kell felelősnek lenni, mert ezeket az intézkedéseket, és arról nem beszélve, hogy a rezsicsökkentés az olyanokat is jutalmaz, olyanoknak is olcsó energiát ad, akik egyébként tehetős emberek, és kibírnak fizetni a valódi világpiaci árat. Igen, de ön az előbb azzal érvelt, hogy a főnök is, és a három kolléga is egyaránt átállt más életmódra.
a szociális komponens teljesen ki kell vezetni a benzinárból? A benzinárból semmilyen szociális komponens nem tartok indokoltnak. A rezsitámogatásból pedig igenis, most nem szociális komponens van, most populista komponens van. A szociális komponens megjelenhet. Azt a populizmust, hogy ingyen adjunk energiát, azt nem támogatom, mert pontosan tudom, hogy mivel jár. Akkor ebben muszáj belemennem. Egyszerűen Péter, nem lehetsz ilyen érzéketlen, hiszen tényleg sok millió ember számára ez egész egyszerűen megfizethetetlen az az élet, ami itthon van. Nagyon jó példa. Rögtön elmondom, miért kell egyébként igen egy sávosan a minimális fogyasztást ingyen adni. Nagyon jó példa ez a hibrid autóra való váltás. Hát ez sok millió ember számára Magyarországon ma lehetetlen. 15 éves az átlag autó életkor. Ráadásul lehet a benzinárral büntetni azt, aki sokat fogyaszt, csak éppen már megint az fogyaszt keves benzint, aki gazdag, és meg tudja venni magának az elektromos autót. Ki az, aki sok benzint fogyaszt? Az, aki faluról be kell, hogy járjon dolgozni, és persze, hogy 15 éves régi autóval jár, ami sokat fogyaszt. És te azt mondod, hogy akkor büntessük őt. Én azt mondom, hogy egész egyszerűen nem lehet úgy beszélni a klímakatasztrófa elkerüléséről és a zöld Magyarországról, hogy nem beszélünk arról, hogy ezt a költséget nem fizethetik meg a kis emberek, és ez nem populizmus, nem populizmus. Ahogy nem populizmus azt mondani a 21. század Magyarországán, hogy annyi víz, amiből lehet egy levest főzni, és ki lehet takarítani a lakást, vagy meg lehet mosakodni, az alanyi jogon járjon, mert az nem piaci termék, egyébként az szükséglet. De egy dízelautó azért már nem az, amiben meg lehet fürdeni, és ugye és a tovább probléma... vesz az áramra, és hogy egy villanykört, ahol a gyerek meg tudja írni a leckéjét télen is. Tényleg szívügyem a dolog. Nem lehet azt mondani, hogy az áram, az meg a fűtés, az pusztán piaci termék. Van a 21. században egy olyan minimális fogyasztás, ami minden embernek a méltóságához jár. Egyébként speciál a víznél van egy ilyen. A víz az egyetlen, mert az is kult, ha nem zárják el. Nem lehet elzárni, ez a mostani törvények szerint is így van. Megvan az a kapacitás csökkentés, amennyivel le lehet korlátozni, de nem lehet elzárni. És én úgy gondolom, hogy ugyanezt be kell vezetni az áramra, ugyanezt be kell vezetni a fűtésre is. És térre be is. Gépkocsikra valószínűleg nem lehet bevezetni, már pedig a CO2 jelenleg, tehát a szén-dioxid kibocsátásunk jelenleg már csak a közlekedésben nő. Mindenütt máshol visszaszorulóban van szerencsére, de a közlekedésben nő. Ennek az egyik oka, hogy ugye a roncsautó import stopját az Orbán nem bejelentette, de nem tartotta be. És igen, az átlagára megnőtt 15 évre az autóknak, és 32%-ra nőttek a dízelautó aránya, ami a Nyugat-Európából ki vannak szorítva a városokból. Ezekkel mit lehet tenni? Mit lehet tenni az autótulajdonosok 32%-án avval, akiknek az autója nagy részt hozzájárul ahhoz a légszennyezettséghez és CO2 kibocsátáshoz, amivel az alapvető probléma van. És tegyük megint hozzá, hogy ők azok az autótulajdonosok, akiknek a legnehezebb az élete. Tehát nem a leggazdagabbaknak van ilyen autója, hanem éppen, hogy a szegényebbeknek van ilyen autója. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a közlekedésben muszáj. Ugye három területen ez a középületek és magánépületek, energiafelhasználása, a közlekedés, és természetesen a Mátrai erőműről már beszéltünk, ugye az erőművek. Ez a három terület, ahol CO2 kibocsátás szempontjából nagy lépéseket kell eltenni. Az egyik, a tömegközlekedést, ez is egy alapszükséglet. Tehát ez a mobilitást sem lehet olyannak tekinteni, mint ami egy piaci termék, akinek van pénze, az tud mozogni, aki nem, hanem éppen ezért a tömegközlekedés fejlesztésével, és itt nem egyszerűen csak a jegyek és a bérletárak csökkenéséről beszélek, hanem aki kimozdul Magyarországról, az pontosan vagy Budapestről, az pontosan látja, hogy egész egyszerűen nincsen összehangolva a tömegközlekedés ma Magyarországon. A gyerek nem tud úgy elmenni iskolába, hogy utána délután még egy külön órára menjen, ha vissza kell mennie mondjuk a falujába, vagy a legközelebbi városba. Az autók esetében pedig azt a támogatást meg kell adni, akár roncsautóprémiummal, bármi másra, és azt a segítséget az embereknek, hogy le tudják cserélni az autójukat. Ösztönözni kell őket a tömegközlekedés használatára, ahol pedig nem lehet, mert adott esetben egyszerűen nem tudja az állam biztosítani azt, hogy tisztességes távolsági busz, vonat közlekedés legyen, ott meg igenis segítséget kell adni ahhoz, hogy a most szennyező autókat le tudják cserélni szép fokozatosan környezetbarát autókra. És megint a kis embereket kell védeni, ez nem populizmus, nem lesz másképp környezetbarát politika a világban sem Magyarországon. A kis emberek, meg a környezetvédelem, az két külön dolog. Nos, én azt gondolom, hogy az egyik legjobb példát arra pont, amit Klára elmondott, azt mi Hódműzővásárhelyen meg is csináltunk. Nekünk nem csak a
szöveggel ismételebb a munka is. Úgyhogy Hódmezővásárhelyen a 2 órás gyakoriság helyett most óránként járnak az autóbuszok. Egy egyetlen központi helyen át lehet szállni óránként 2-szer a körjáratokról, egyikről a másikra, és egy évi 2 gyermekeknek, 1000 felnőtteknek, 2000 nyugdíjasoknak ingyenes városkártya használatával ingyenesen használható. Tehát Hódmezővásárhely egyébként a 3. város, az utóbbi időben az első, ahol ingyenes tömegközlekedés van Magyarországon, és ráadásul ez még kevesebbe is kerül, mint került előtte. A volánbusszal... Kintjük fel a szennyező autókat a városából? Nem tiltanám ki természetesen, ugyanúgy, ahogy Klára is elmondta. Tehát nem a célja ezeknek a lépéseknek az, hogy kövessük az Európai Unió szabályozását. Semmiképpen nem adja a roncsautó begyűjtés. Az abból adódik, hogy ha mi nem követjük az európai szabályozást, emlékszik mindenki a 90-es évekre, amikor Svájcból a katalizátoros autók hirtelen, katalizátor nélküli autók hirtelen beözönlöttek Magyarországra, tehát mindig ezek a szennyező, és egyébként is személytelepen kikötő autók azok kikötöttek nálunk. Tehát az Európai Unió szabályozásával kell folyamatosan lépést tartani az, hogy ne legyen egy egyenlőtlenség ebben a tekintetben. De a közösségi közlekedést azt én is nagyon fontos megoldásnak tartom. A kerékpáros közlekedést, ezt a bizonyos 15 perces város koncepciót, tehát ezek mind a közlekedés területén megoldhatóak. És aztán említést tettünk, remélem fogunk beszélni, épületenergetika, rendkívül fontos. Igen, és hát biztos vagyok benne, hogy hasonlóan fontos lesz majd az erőművek, illetve általában az energiatermelés, és az, mert a legolcsóbb energia a meg nem termelt energia, tehát általában az energia hatékonyság. Azok a területek, ahol a legnagyobb tartalék van, és ahol a legtöbbet kell tenni, és ahol a Fidesz egyébként sajnos nagyon keveset tett. Mi elindítottunk egy zöld pont irodát létrehozva Hódmezővásárhelyen egy olyan lehetőséget, hogy megülő energiát, napelemeket, mi mindent elintéztünk volna a lakosoknak, hogy minél több vásárhelyi háztető legyen ott, egyébként megtérülő beruházás, tehát még pénzt se kellett volna beletenni a lakosnak. A bankkal megállapodtunk, hogy ő finanszírozza, a kivitelezőkkel, akik felszerelik, egy aláírás kellett volna csak a lakostól. Fidesz leállította ezt a programot tavaly ősszel. Ez kell lenni. A hálózat nem fogja bízni, de a hálózat nagyon sok mindent nem bír, például a naperőműveket valóban nem bírja ilyen pillanatban, vagy éppen az export-import, emlékszünk, hogy erre különösen a német gazdaságban okozott óriási problémát, az észak-déli energiaáramlás, ugye a folyósoknak a helyzete és a többi, de a helyi energiatermelést azt egyébként akkor, hogyha a háztartások a saját fogyasztásukat fedezik helyben termelt energiával, az ugyebár nem terheli a hálózatot. Minél inkább egybeesik az időbeni fogyasztás és termelés. Nehezen fog kijönni a matek, mert Magyarországon van 4 millió ingatlan, amit 2050-ig át kéne állítani összességében zéró kibocsátásúra. Ez 150 ezer ingatlant jelent, itt napelem önmagában nem fog segíteni. Hogyan próbálná? Hát egy millió más megoldás is van. Önmagában az épület szigetelés. Megint csak a meg nem termelt, el nem fogyasztott energia a legolcsóbb energia, a valódi rezsicsökkentés. Azaz, és folyamatban van, mert ez megtérül. Hál' Istennek, ezt csak ösztönözni kell, csak segíteni kell. Nyílászárócsere. Éppen most állítunk át a szegregátumunkba 118 lakásnak az energetikai korszerűsítését. Nyílászárókat cserélünk, falat szigetelünk, és olcsó hőszivattyús villanyboilereket adunk ezeknek az egyébként szegény sorsú embereknek. Ez mind-mind le fogja csökkenteni ott az energiafelhasználást. Én azt gondolom, hogy ez a legjobb program, amit kell folytatni. A panel program is egy ilyen jó program volt, azt mindenképpen újra kell indítani, de legfőképpen, ahogy az előbb mondtam, a mi zöldpont irodánkban is, hogyha mi segítséget adunk, az egyébként is megtérlő beruházás, tehát ez nem is kell pénz, egy vállalkozó üzleti alapon meg fogja csinálni, tehát lesz olyan, aki megfinanszírozza, plusz az uniós pénzek az pont erre rendelkezésre állnak. Ez egy óriási lehetőség. Hőszivattyú egyébként, hadd emeljem ki. Ha nem haragszik, látom, hogy nagyon sok minden van még azon a kis kék kártyán, csak vannak dolgok, amiket muszáj egyébként ilyenkor az embernek elmondania. Csak nagyon megüti mindig a fülemet ez a kisember és a klímaváltozás elleni küzdelem, az két különböző dolog. Ne felejtsük el, hogy az elkövetkezendő években az egyik legnagyobb változás előtt állunk, éppen a klímakatasztrófa elkerülése miatt. És hiába vagyunk mi felvilágosult politikusok, és hozunk okos döntéseket, hogyha ebben nem tudjuk a magunk oldalára állítani, nem a 10 millió magyart, nem az 500 millió európait, hanem a sok milliárd embert a Földön, akkor nem leszünk sikeresek. Ne felejtsük el, hogy most arra kérjük az embereket, mondjuk Magyarországon, maradjunk Magyarországon, hogy előbb vagy utóbb közlekedjenek másképp,
fűtsenek másképp, építkezzenek másképp, egyenek másként, ugye erről még nem beszéltünk, de ez is nagyon fontos, vásároljanak, mondjuk öltözködjenek másképp, ajándékot vásároljanak másképp. Tele vagyunk olyan feladatokkal, amelyek a hétköznapi életünket kell, hogy átalakítsák, ráadásul nagyon sokak számára ez bizony rengeteg plusz kiadást jelent. Én pontosan látom, hogy egy kis falu lakosai, most teljesen mindegy, hogy Áporkán voltam, de akár egy kisváros, mint Vásárosnamény. Bármennyire környezettudatos is, egész egyszerűen nem tudja megtenni, és nem tudja megengedni magának, hogy környezettudatosan éljen. Ha nem segítünk az embereknek, hogyha nem próbálunk nekik minden segítséget megadni, hogy ezt megtegyék, az mindannyiunknak rossz. Ez nem populizmus, ez egész egyszerűen elementáris érdeke Magyarországnak. Hát hadd mondjak annyit ezzel kapcsolatosan, hogy mégiscsak elhangzott egy olyan kifejezés, hogy externáliák. A legnagyobb veszélye annak, hogyha pusztán ingyenessé teszünk valamit, hogy nem hatékony módon fogják felhasználni. A helyes megoldás, amit éppen Klára említett az imént, az az, hogyha az externáliákat még be is építjük az árba. Egy olyan példát mondok, Kanadában például egy barátom egy lakást bérelt, és a bérleti díjban benne volt az energiafogyasztás is. A pincéjében folyamatosan égett a fénycsőlámpa, éjjel-nappal. Azt mondta neki, ez nem kerül pénzbe, ha lefőkapcsolgatja, akkor a fénycső hamarabb fog elhasználódni, azt ő neki kell megvenni, az energia az nem az ő ára, gazdaságilag racionális döntést hozott, de a környezetvédelem szempontjából ma egyáltalán nem. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk nagyon sok olyan felelősségi teljes lépést kell majd megtenni a jövőben, mint például a betétdíj bevezetése. Ez nem lehet népszerűségi kérdés. Azt az externáliát, hogy hogy tudjuk tisztán tartani és körforgásos gazdálkodással alakítani a környezetünket, azt például meg kell tenni, egy olyan betétdíjat kell bevezetni, ami alapján még a szegény emberek sem fogják eldobni a műanyag palackokat, a fémdobozokat és a többi, illetve ha véletlenül eldobják, valaki kínosan fog ügyelni arra, hogy összeszedje, mert abból valami kis pénzt. Ez egyszer használatosra is érti a ez mindenre. Mindenre értem. Tehát az a legfontosabb, hogy ne legyenek, amikor mi minden tavasszal személygyűjtést rendezünk, iszonyatos mennyiségű palack, üveg, mindenfélét találunk szétdobálva, ennek a megoldása a betétdíj. De mondhatnám a légszennyezés kérdése. Tehát a legszegényebb emberek fűtenek például a legkörnyezetszennyezőbb módon gumit, ruhát, bármilyen veszélyes szennyező anyagot élet, nem véletlen 14 ezer ember hal meg korán Magyarországon a légszennyezettség miatt. A legszigorúbban kell büntetni. A lehető legszigorúbban fel kell lépni ellene. Ez nem lehet népszerűségi kérdés, ez abszolút egészségügyi kérdés. És igen, természetesen olyan megoldásokat kell nekik nyújtani, amivel ők ezt tiszta tüzelőanyaggal meg tudják oldani, ki tudják váltani. Miért használod a büntetés kifejezést? Van ma Magyarországon olyan ember, aki választhat a között, hogy tisztán fűti a házát vagy a lakását egy olyan energiával, napelemmel, nem tudom én, milyen csilivili családi házzal, vagy éppen gumit és ruhát éget el a kályhába, hogy ne fagyjanak meg télen. Nincs olyan ember, akinek választási lehetősége van a kettő között, és valami oknál fogva ezt a másikat választja, és ezért büntessük meg. Hát semmiféleképpen szó nem lehet arról, hogy megbüntetjük őket. Abban a pillanatban, ahogy adsz nekik lehetőséget arra, hogy tisztességesen befűtsük a házukat, ne legyél ilyen rossz véleményen. Nagyon rossz hírem van. Vannak nagyon szegény emberek, akik gumival, ruhával tüzelnek, és vannak egyáltalán nem rászoruló emberek, akik ezzel tüzelnek. Polgármesterként Hódmezővásárhelyen járva én ezt pontosan látom. Van, hogy nekem kell rászólni egy ismerősömre, mert a környékünkön lakik, és én nekem kellett szólni, nem azért égetett azzal, mert nem tehette volna meg, hogy tisztább fával, és a többi, hanem mert ott volt a szemét, úgy gondolta, egyszerűen fölvilágosítás kérdése is, de ehhez tilalom kell, ehhez büntetés kell, ez az kell, hogy igenis menjenek a környezetvédelmi felügyelők, vagy a közterületfelügyelők, és ahol ilyen bejelentés van, ott is bizonyíték alapján, ezt büntetni kell, meg kell tiltani. Ugyanez igaz egyébként a szerepi. Igen, hogy százezrek számára ez nem annak a kérdése, és azoknak a százezreknek kell segíteni, és az önkormányzat igen. Most is segít egyébként. Tehát mi például tűzifa programot csinálunk, egyébként van állami tűzifa program is, és önkormányzati tűzifa program is, és az nem mérgező. De ezt ennek ellenére mondom, tehát, hogy ez az egy tűrhetetlen dolog, a szelektív hulladékgyűjtés ugyanez. Ha nem fogunk sokkal szigorúbban föllépni a nem szelektív gyűjtés ellen, hogyha nem fogjuk rászoktatni, mint egyébként nyugaton csinálják, hogyha valaki a szelektívbe tesz nem szelektív hulladékot, iszonyatos szennyezettsége van egyébként a szelektív hulladékgyűjtésnek, vagy éppenséggel a szelektívet nem a szelektívbe teszi, hanem a Kanadában úgy hívtuk landfill, tehát ami a lerakóba megy, azt bizony büntették. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk rá kell szoktatni fokozatosan, szépen lassan, de
edukálni, tanítani kell az embereket, és igen, motivációkkel kell jutalmazni, és kell büntetni. Igen, lehet egy kedvezményt adni például a személydíjból azoknak, akik nagyon tisztán gyűjtik külön a szelektív hulladékot. Tehát én azt mondom, hogy ezekben a tudatosságformálás és a környezettudatos szemléletre szoktatásban nagyon nagy lehetőség van. Hát ebben is látszik, hogy mekkora különbség van egy jobboldali és egy baloldali politikus között. Polgármester úrnak sajnos el kell mennie hamarosan, ezért repült az idő. Jól mondta a témákat, amik még föl voltak írva, amik mind nem kerültek sorra. Ha ön lenne a Magyarország következő miniszterelnöke, akkor mi az, amit vállalni tudna 2026-ig, ahova eljut Magyarország a környezetvédelem terén? Hát ez egy nagyon jó kérdés, de az előbb említett lépéseket azt azonnal megtenném. Tehát például ez a betétdíj, a körforgásos gazdaságnak az erőltetése, az épületszigetelési program, ez az igazi rezsicsökkentés, hangsúlyozom, tehát a meg nem termelt energia. A tömegközlekedésnek, a közösségi közlekedésnek minden nagyobb mértékben az elektromos közlekedésre átállítása, a megújuló energiatermelésre átállítása. Nem esett szó, és azt sajnálom, hogy akár merre megyek, az előbb említettem ezt az EUCF pályázatunkat geotermiáról szól, hogy Magyarország Izland után a második legnagyobb geotermikus energia tartalékkal rendelkezik Európában. Hogy ezt mennyire nem használjuk ki. Hál' Isten, vannak nagyon jó példák, például éppen mezőgazdasági termelésre használják a szomszédunkban Szentesen. De Hódmezővásárhelyen is használjuk ugye fűtésre. Veresegyház, Pásztor Béla, kedves polgármester barátom, onnan járt először Vásárhelyen 80-as években, hogy onnan tanulták ők a geotermia használatát. Tehát nagyon sok olyan terület van, ahol Magyarország azzal együtt tud folyamatosan előrépni és fölzárkóztatni, hogy annélkül különösebb terheket rakna, sőt, ezek megtérlő beruházások, gazdaságosak, mindenki jól jár vele, és az államnak nem is kerül pénzbe. A kis embereket nyilván védeni kell, de az ő mindannyiunknak fájni fog a klíma átállás. Az elmúlt másfél évben a fiatalok feláldozták a társasági életüket azért, hogy az idősebb generációkat megvédjék a koronavírustól. Ön milyen áldozatot kérne az idősebb generációktól? Nem gondolja, hogy itt az idő egy generációs igazságtételre? Hát úgy gondolom, hogy ez nem generációk kérdése, mindannyian, akik itt élünk Magyarországon, vagy itt élünk ezen a bolygón per pillanat most. Mindannyiunknak áldozatot kell hozni, legyen az az ember fiatal, vagy legyen az akár idősebb is. A következő időszakban ugye egyrészt Magyarországon mi a 65%-os kibocsátás csökkenést vállaltuk 30-ig, ennek megfelelően a következő ciklusban ezt el kell indítani, épületszigetelés, közösségi közlekedés, erőmű átállítás. Ráadásul erre egyébként az Európai Unió támogatásával nagyon sok pénz fog bejönni, nagyon sok mindent lehetne erre költeni, és nem felesleges beruházásokra. Nem beszéltünk most már, gondolom föl van írva a biodiverzitásról, ugye nem beszéltünk a közös mezőgazdasági politikáról, de ugye ott is változásokat kell tenni. Ha már az Európai Unió nem fogadta el azokat a szigorúbb kritériumokat, amelyeket mi szerettünk volna, ezeket azért Magyarországon be kell vezetni, lépésről lépésre természetesen, hiszen a magyar gazdáknak segítséget kell nyújtani, de például ezeket a hatalmas földbirtokokat, amiket az elmúlt években felhalmoztak a Fidesz közeli oligarchák, sokkal szigorúbb szabályozással és nagyon más típusú politikával kell a magyar mezőgazdaságot átalakítani, ugye erre sem volt lehetőségünk beszélni. És ugye elkezdtünk beszélni arról, hogy mit teszünk a hulladékgazdálkodással. Most látom, vagy látjuk mindannyian, hogy a Fidesz megpróbálja ezt 35 évre már megint kiszervezni, gondolom valamilyen közeli barátnak, rokonnak vagy ismerősnek, amit életveszélynek tartok, hiszen ők ugyanígy kezelik, mint egy ilyen rendes jobboldali politika, hogy a hulladékgazdálkodásban is csak ezt a megtérülési rátát nézik, és a pénzügyi megtérülést nézik, miközben a hulladékgazdálkodás, hát ez mindenjünk számára egy dráma, és különösen most a koronavírus járvány alatt, hát hogy mondjam, műanyag termelésben és műanyag hulladékban, ugye az egész világ most gyakorlatilag meg fog fulladni, ebben is nagyon komoly lépéseket kell tennünk. Rövid voltam, remélem. Túlságosan is, igen. A jobboldali politikát azért mondom, mindig megcsapja a fülemet, mert hogyha valaki jobboldali politikást végzett, az a 2010 előtti szocialista kormányzat. Az ezekben a tekintetben, akár környezetvédelem, akár szociális kérdésekben, akár a rezsiárában hihetetlen jobboldali politikát csinált, ehhez képest még a Fidesz is baloldali volt. De néhány ötletet, bocsánat, én is felírtam, még a két tarifás mérés, nem fogok belemenni, de ezzel a terhelési görbe kisimítható. És ez például Bulgáriában kötelezően alkalmazzák lakosság számára.
és ez megtakarítás akkor, hogyha valaki nem a csúcsban fog mosni, vasalni, szárítógépet működtetni. Szélerőművek, az egy nagyon érdekes, hogy a Kapolyi úrnak volt egy igen komoly üzleti vállalkozása, de az államnak nagyon sokba került, egy nagyon szűk körnek óriási hasznot hozott, és környezetvédelmileg értelmetlen volt. Nem szabad betiltani a szélerőműveket, de csak gazdasági alapon. Akinek megéri, azt csinálja az állam, ne adjon rá plusz pénzt, mert nálunk 20%-ot forog az az erőmű, az a szélkerék, ami Dániában 98-at. Vízmegtartás. Ott nagyon sok minden, nagyon szimpatikus gondolat hangzott el. Az, hogy Magyarországról több víz folyik ki, mint amennyi ide befolyik, az egy felelőtlen gazdaságra utal. Akár a városokban is minél több vízfelület kell, zöld felület kell, ami a klíma hatásokat, erről sem beszéltünk, ugye milyen egészségügyi hatásai vannak a globális felmelegedésnek, hogy a városokban milyen hőmérséklet van. Lázár János nagyon kedvenc projektje ugye a Tremtrén, simán lebetonozták a Belső András utat, Hódműzővásárhelyen semmi zöld felületet nem hagytak. Ezt az ostobaságot, ezt a felelőtlenséget meg kell szüntetni, minél nagyobb zöld felületek kellenek, ami a hőmérsékletet csökkenti. Az energiát is megtakarítjuk vele, nem csak egészséges hatása van, sokkal kevesebbet kellene klimatizálásra költeni például. És a mezőgazdaságban is természetesen az vízmentartás fontos, öntözni kell intenzívebbé, valaki egy öntözött hektár föld kétszer annyi hasznot termel, profitot forintba a gazdáknak, mint az, ahol nincs. Köszönöm a beszélgetést, és látom, a végén hadarni kellett, és a végén nem tudtuk rendszerezni a témákat és a gondolatokat. Ez bocsánat, látszik, elloptam hogy... 3 percet Klárától, úgyhogy szeretnék neki adni 3 percet, hogy addig még itt fogok teljesen, ülni. Teljesen rendben van, azt mondtad, hogy nagyon sietsz, úgyhogy szerintem lesz még lehetőségünk ezt végigbeszélni. Szakpolitikáról beszélni érdemes, és azt olvastam, hogy átlagemberként sok mindent tehetünk a klímaváltozás ellen, de a legfontosabb, amit tehetünk, hogy olyan képviselőket választunk, akik szerintünk a legtöbbet tennének a zöld ügyekért. Tegyenek önök is így, döntsenek, ha még nem döntöttek szombat estig, és hogyha megvan a győztes, meg fogjuk hívni Orbán Viktort, hogy ha ő lesz a hivatalos jelöltje a Fideszen, meglátjuk. A meglepetés még lehet. Egy utolsó utáni vállalja? Egy utolsó utáni, de mondom, akármennyit ön adok Klárának cserébe. Van egy olyan szakemberünk Hódműzővásárhelyen, aki a helyi zöld politikát csinálja, és fantasztikus gondolatai vannak, ki fog nyírni engem, hogyha én nem mondom ki azt a szót, hogy klímaerdő. Úgyhogy elnézést kérek, klímaerdő. Köszönöm. Még egy szó? Teljesen rendben van. Szerintem kibocsátás csökkentés 65% 2030-ra. Akkor most kibocsátjuk a polgármester urat, köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Köszönöm, és elnézést kérek, igen. Semmi gond. Viszontlátásra. 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 Viszontlátásra.